15. fejezet Ez a szokatlan látogatás úgy feldúlta Elizabeth lelki nyugalmát, hogy alig bírt magához térni, és hosszú órákon át folyton csak erre gondolt. Úgy látszik, Lady Catherine csupán azért vállalta az utazás fáradalmait Rossingstól Longburnig, hogy felbontassa az ő állítólagos eljegyzését dárszival. Magyarázatnak nem is észszerűtlen, de Elizabeth nem tudta elképzelni, honnan eredhetett az eljegyzés híre. Végül eszébe jutott, hogy mivel Darcy bizalmas barátja Bingleynek, ő maga pedig Jane Huga, ez elegendő alapot szolgáltathatott a feltevésre, hiszen ha egy esküvő küszöbön áll, az emberek rögtön másikat várnak. Elizabeth arról sem feledkezhetett meg, hogy Jane házassága révén ezentúl gyakrabban fog találkozni Darcyval és derék szomszédaik a Lukász lakban, mert Lady Catherine csak tőlük szerezhette értesüléseit, Collinszék közvetítésével, bizonyára azt az eseményt jelezték szinte bizonyosnak és közelinek, amelyet ő maga csak távoli lehetőségnek érzett és remélt. De amint Lady Catherine szavait fontolgatta, akaratlanul is nyugtalankodva gondolt arra, milyen következményekkel járhat, ha a Lady nem tágít hiszen kijelentette, hogy minden áron megakadályozva ezt a házasságot, és Elizának az jutott eszébe, hogy bizonyára egyenesen unokaöccséhez fordul. Azt pedig nem ismerte bevallani magának, hogyan fogadja Darcy a házassággal járó összes hátrányok ilyen felsorolását. Elizabeth nem tudhatta, mennyire szereti a fiatalember nagynényét, vagy mennyit ad az ítéletére, de mégis természetes volt a feltevés, hogy Darcy sokkal többre becsüli Lady catherine mint ő maga. Az is bizonyos volt, hogy ha a nagynéni azt a körülményt emeli ki, mennyi bajt okoz a házasság egy olyan leányjal, akinek legközelebbi rokonsága egyáltalán nem méltó az övéhez, ezzel Darcy-t legsebezhetőbb oldalán támadja meg. Tekintve Dárszinak a rangról és a méltóságról vallott elveit, könnyen meglehet, hogy a józanész és a helyes okoskodás szavát fedezi fel ebben az érvelésben, amely alaptalannak és nevetségesnek tűn fel Elizabeth előtt. Ha a fiatalember tétovázott a múltban, nem tudva mire határozza el magát, s viselkedése gyakran erre vallott, meg lehet, hogy egy közeli rokon tanácsa és kérése eloszlatja minden kétejét, s rábírja arra, hogy a méltóság és a rang csorbulása nélkül keressen boldogságot. Ebben az esetben Darcy nem tér többé vissza. Lady Catherine valószínűleg útba ejti Londont, és beszél unoka öcsével, aki eláll Bingleynek tett ígéretétől, és nem jön vissza Netherfieldbe. Ha tehát néhány napon belül mentegetőző levelet küld barátjának, hogy nem válthatja be ígéretét, akkor tudom hányadán állok. Tette hozzá magában. Akkor nem várom többé vissza, nem is kívánom, hogy hű maradjon hozzám. Ha beírja azzal, hogy csak bánkódik utánam, amikor elnyerhette volna szívemet és kezemet, akkor engem sem fog sokáig emészteni utána a bánat. A család többi tagja is nagyon meglepődött, amikor értesültek róla, hogy ki volt a vendégük. De ők is készségesen elfogadták a magyarázatot, amelyel Elizabeth lecsillapította édesanyja kíváncsiságát, és nem fogadták tovább. Másnap reggel, amint Elizabeth lement a lépcsőn, találkozott apjával. Mr. Bennet a könyvtár szobából jött, és levelet tartott a kezében. Éppen téged kereslek, Lizzy, mondta. Gyere csak be a szobámba. Elizabeth követte apját a könyvtárba. Kíváncsi volt, mit fog hallani, és kíváncsiságát növelte a sejtelem, hogy a közlés valamiképpen kapcsolatos a levéllel, amelyet Mr. Bennet a kezében tart. Hirtelen rádöbbent arra, hogy a levelet Lady Catherine írhatta, és szorongva tekintett a kimagyarázkodás elé. Apja oda ment a kandallóhoz, Elizabeth utána, s mindketten leültek. Mr. Bennet most így kezdte. Ma reggel levelet kaptam, amely rendkívül meglepett. Mivel főleg rád vonatkozik, neked is ismerned kell tartalmát. Eddig nem is tudtam, hogy két leányom áll a házasság küszöbén. Engedd meg, hogy gratuláljak a nagyszerű hódításhoz. Elizának arcába szökött a vér, mert első gondolata az volt, hogy a levelet nem a nagynéni írta, hanem az unoka öccse, s most nem tudta, örüljön -e inkább, hogy Darcy egyáltalán nyilatkozik, vagy pedig sértődjék meg, hogy nem ő hozzá intézte levelét. De apja így folytatta. Úgy látom, tudod, miről van szó. A fiatal hölgyeknek igen finom érzékük van az ilyesmihez, de azt hiszem, még a te éles látásoddal sem tudod kitalálni, ki az imádód. A levél Mr. collins jött. Mr. collins -tól? Hát ő mit mondhat? Természetesen olyat, ami nagyon is fontos. Azzal kezdi, hogy gratulál legidősebb leányom közelgő nászához, amelyről nyilván a jó lelkű plegykás Lukás család valamelyik tagja értesítette. Nem akarom próbára tenni türelmedet, és ezért nem olvasom fel, amit erről ír. Ami téged érdekel, az a következő. Miután Mrs. Collins és magam is őszinte szerencse kívánatainkat fejezzük ki a boldog esemény alkalmából, legyen szabad most kitérnem röviden egy másik ügyre, amelyre vonatkozólag ugyanazon forrásból nyertünk értesülést. Úgy hírlik, hogy másik leánya Elizabeth sem fogja már sokáig viselni a Bennet nevet, amelytől nővére is megválik, s hogy olyan élettársat választ, akiben joggal tisztelhetjük az ország egyik legkimagaslóbb személyiségét. Nos, el tudott találni Lizzi, kire gondol Collins? Az illető úriember bőségesen megvan áldva mindennel, amit a halandó szív kívánhat. Hatalmas vagyon, főrangú rokonság, kiterjedt befolyás, mindez az övé. De bármilyen nagy a kísértés, hadd figyelmeztessem Elizabeth húgomat és önt is, minő veszélyekkel járhat, ha elhamarkodva kapnak az illető úriember ajánlatán, Noha nem kétlem, hogy önök érthető módon rögtön ki akarnák azt aknázni. El tudod képzelni, Lizzi, ki lehet ez az úriember? No most mindjárt kiderül. Az ok, amiért figyelmeztetem önöket, a következő. Minden alap megvan annak a feltételezésére, hogy az illető úriember nagynénje, Lady Catherine de Bourg, nem nézné jó szemmel a házasságot. Így hát kibújt a szög a zsákból, Mr. Darcyról van szó. Nos, Lizzy, azt hiszem, most igazán megleptelek. Hát, találhatott volna Collins vagy a Lukás család még egy embert összes ismerősein között, akinek már a neve is meghazudtolja az egész mendemondát. Mr. Darcy, aki csak azért néz egy nőre, hogy hibát keressen benne, s aki talán soha életében meg sem nézett téged. Hát nem pompás? Elizabeth próbált osztozni apja jókedvében, de csak egy kényszeredett mosolyra telt tőle. Mr. Bennet ércelődése soha nem esett még ilyen rosszul. Nem találod mulatságosnak? Dehogy nem, kérem, papa, olvassa tovább. Miután tegnap este említettem ő hogy ez a házasság kilátásban van, Lady Catherine szokott leereszkedésével azonnal kifejezésre juttatta, milyen érzelmeket keltett benne a hír. Szavaiból azt vettem ki, hogy bizonyos kifogásokat táplál unokahugom családja ellen, és ezért soha nem egyezne bele az ő szavaival élve ilyen szégyenletes frigybe. Kötelességemnek éreztem, hogy erről haladék nélkül értesítsem unokahugomat, mivel kívánatosnak tartom, hogy ő és előkelő imádója a helyzet ismeretében járjanak el, s ne rohanjanak hanyat homlok egy házasságba, amely nem nyerte el a kellő jóváhagyást. Mr. Collins még ezt fűzi hozzá. Szívből örvendek, hogy Lídia hugom szomorú ügyét sikerült szépen elsimítani, s már csak az aggaszt, hogy szinte mindenki tud együttélésükről a házasság előtt. Nem mulaszthatom el azonban állásomból folyó kötelességeimet, és ezért kifejezést kell adnom megdöbbenésemnek, hogy ön a fiatal párt a házasság kötés után azonnal befogadta házába. Ezzel bűnpártolást követett el, s ha én volnék a Longburni lelkész, a legerélyesebben tiltakoztam volna elépés ellen. Önnek természetesen kötelessége a keresztényi megbocsátás, de azt már nem lett volna szabad engednie, hogy színe elé járuljanak, vagy akár a nevüket is valaha kiejtsék az ön jelenlétében. Így értelmezi hát a tiszteletes a keresztényi megbocsátást. A levél többi része csak a drága Sárlott állapotáról szól, meg arról, hogy a család egy ifjú olajággal fog gyarapodni. De úgy látom, Lizi, téged nem mulattat a dolog. Remélem, nem adod a sértett kislányt, és nem húzott fel az orrod egy ostoba pletyka miatt. Hát nem azért élünk, hogy embertársaink mulassanak rajtunk, mi pedig rajtuk nevessünk, ha rákerül a sor? Persze, kiáltotta Elizabeth, és én nagyon is jól szórakoztam, de oly furcsa az egész. Persze, hogy az, de éppen azért olyan mulatságos. Ha bárki mást pécéztek volna ki, nem szólnék egy szót sem de Darcy teljes közömbössége és a te nyilvánvaló ellenszenved oly nevetségesen képtelenné teszi a dolgot. Bármennyire utálok levelet írni, a világért sem hagynám abba a levelezést collins -szal. Ha egy-egy levelét olvasom, kénytelen vagyok elismerni, hogy még Wickemen is túltesz, pedig én igazán sokra becsülöm vőmuram arcátlanságát és képmutatását. És mond Lézi, mit szólt Lady Catherine ehhez a híreszteléshez? Talán azért jött ide, hogy megtagadja beleegyezését? Elizabeth válasz helyett csak nevetett, és minthogy apja érdeklődése mögött nem rejtőzött semmiféle gyanú, a leányt azt sem bántotta, hogy Mr. Bennet megismételte a kérdést. De Elizának sohasem esett még ilyen nehezére színlelni az érzéseket. Kénytelen volt nevetni, amikor inkább sírásra hajlott a kedve. Apja kegyetlenül meggyötörte, amikor Darcy közömbösségéről beszélt, és Elizabeth csak csodálkozott, hogyan lehet valaki ennyire rövidlátó, bár néha rettegve gondolta arra, hogy talán nem is az édesapja lát keveset, hanem ő képzel sokat.